Képviselő úr, jó szó. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Tegnap esti részvételi adatok és az eredmények abban erősítettek meg, hogy ha azt szeretnénk, hogy az emberek jobban odafigyeljenek ránk és ne forduljanak el tőlünk, akkor nekünk csak az ország és az emberek dolgaival szabad foglalkoznunk. A vidéki élet létezésének alapja a magyar föld, ezért a mai napirend előtti felszólalásomban én ezzel a kérdéssel fogok foglalkozni. A kormányzati propaganda szokásos eleme a termőföldről folytatott közbeszédben a magyar föld védelme attól, hogy külföldiek rátehessék a kezüket. Műkörmös kezektől persze nem siet megvédeni a kormány a termőföldet, de a betűje szerint arról szól a törvény, hogy a magyar föld nem kerülhet külföldi tulajdonba. Nos, tisztelt képviselőtársaim, ez az, ami nem igaz. A kormányoldal nyitva hagyta ugyanis a kerti kiskaput ahhoz, hogy a külgazdasági kapcsolatokban preferált országok polgárai és gazdasági társaságai Magyarországon magyar föld felett rendelkezési jogot szerezhessenek. Ahogy látom, az új kormányzati struktúra éppen jó keretet ad majd ehhez. Tisztelt képviselőtársak! Mielőtt bármi elhomályosítaná a tisztánlátást, engedjék meg, hogy megmagyarázzam, hogyan lehetséges a magyar földet orosz, azeri, török vagy bármely más állampolgárnak vagy cégnek a kezére juttatni. Mielőtt vegyünk egy konkrét példát. Egy magyarországi gazdasági társaság jogi személy a földtörvény hatályba lépése előtt jogszerűen megszerezhetett termőföldet, mondjuk megszerzett 1000 hektárt. Ez a tulajdonjog május 1-je után is az övé marad. Mi történik, ha például ebből a gazdasági társaságban 25%-nyi üzletrészt megvesz egy orosz, azeri, török vagy a keleti nyitás jegyében bármely más külföldi személy vagy cég? Megteheti? Igen, tisztelt képviselőtársaim, megteheti, ugyanis semmi nem tiltja, hogy ilyen módon befolyást szerezzen a földtulajdon felett olyan személy vagy gazdasági társaság, amely közvetlenül nem vehetne termőföldet. Persze nem is közvetlenül a földet veszi meg, hanem a céget, amelyiknek a termőföld a tulajdonában van. Úgy tűnik tehát, hogy a termőföldet is úgy sikerül megvédeni, ahogy a magánnyugdíj pénztári befizetéseket. Tisztelt képviselőtársak, ha nem az a cél, hogy a keleti gazdaságépítés, kapcsolatépítés jegyében seftelni lehessen a magyar földdel, akkor ezt viszonylag egyszerűen be lehet bizonyítani. Ehelyről szeretném felszólítani a földművelősügyi tárca majdani vezetőjét, hogy terjessze be a kormány elé azt a tervezetét, amelyik bezárja a magyar föld külföldi kézbe adásának ezt a kiskapuját. És ne hagyja, hogy a külgazdasági miniszter vagy bármely más kormánytag ettől eltántorítsa. Ha nem ez történik, tisztelt képviselőtársak, akkor jogosan vetődik fel a kérdés, hogy kinek szánja a magyar földet a kormány. Tisztelt Országgyűlés, miközben az új földtörvény nyitva hagyja a kiskaput, hogy akár keleti oligarchákat juttasson magyar földhöz, ugyanakkor elveszi a megélhetést, a földhasználat jogát a kisemberektől. A földművesnek nem minősülő magánszemélyek, akiket nevezhetünk most hobbikertészeknek, mostantól nem szerezhetnek földhasználati jogot. A korábbi néven zárt kertekben vagy hobbikertekben munkálkodó bérlőknek el kell búcsúzniuk az általuk művelt kis földecskétől, azt nem bérelhetik újra. Ezen túl csak arra szerezhetnek jogot, hogy vadgyümölcsöt vagy sást gyűjtsenek, a zöldborsót már nem termelhetik meg az asztalukra. Tisztelt Országgyűlés! A legjobb szándékú jogalkotásba is csúszhat hiba. Ha ez véletlen, akkor ki kell javítani. De tudják, az összkép így, ahogy van, hát több, mint furcsa. Persze az is lehet, hogy a cégeken keresztüli tulajdonszerzést azért hagyták nyitva, hogy magyar oligarchák, mondjuk a Nyerges Birodalom juthasson így még több földhöz. De tisztelt hölgyeim és uraim, tudomásul kell venni, hogy a magyar föld a vidéken élő emberek megélhetését kell, hogy szolgálja, és nem magyar, és főleg nem külföldi oligarchák gazdag még több földhöz. De tisztelt hölgyeim és uraim, tudomásul kell venni, hogy a magyar föld a vidéken élő emberek megélhetését kell, hogy szolgálja, és nem magyar,
és főleg nem külföldi oligarchák gazdagodását, tulajdonszerzését. Ezért arra szólítom fel önöket, a Magyar Országgyűlést, hogy ezt a kiskaput zárjuk be. Ebben biztosan partnerként számíthatnak ránk is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.